A rendezvény kezdetén Erdéli Lenke, a Vajdasági Pedagógiai Intézet igazgatója köszöntötte a szülőket és az iskola igazgatókat. Beszédében pedig kitért arra, hogy a gyermek számára az iskola kezdés életének egyik legdöntőbb és legfontosabb pillanata. Azt kívánjuk ezzel elérni, hogy minden iskola tárja föl azokat a lehetőségeket, azokat a pozitívumokat, ami miatt érdemes az ő iskolájában magyar tannyelven tanulni. Nagyon fontos, hogy magyarul tanuljanak a első osztálytól kezdve, én azt mondanám, hogy a középiskola végéig, hiszen csak így fogják elsajátítani azokat az igazi kulturális értékeket és történelmi tényeket, amelyek a mi nemzetünkre vonatkoznak. Vicsek Anna Mária, a Vajdasági Pedagógiai Intézet szakmunkatársa előadásában a kisebbségi nyelven történő oktatás előnyeiről szólt. Nagyon fontos megemlítenem, hogy mi évek óta tartunk szülői értekezleteket az óvodában, ahol a szülőket pont ezekről az előnyökről tájékoztatjuk, hiszen nem mindig vannak tisztában azzal, hogy milyen előnyei is lehetnek annak, hogyha a gyerekük magyar nyelven iratkozik be az első osztályba. A bemutató programnak azért volt nagy jelentősége, mert Újvidéken ebben a multikulturális többnyelvű környezetben sokszor felmerül a kérdés, hogy milyen tannyelven tanuljon tovább a gyermek. A Vajdasági Pedagógiai Intézet pedig ezzel a programmal szeretne segíteni a szülőknek, és elérni azt, hogy minél több gyermek iratkozzon magyar tagozatra.